Ecce homo, íme az ember, íme a pedagógus. Mert a pedagógus is ember. Jónak és rossznak tudója, aki olyan már, mint mi közülünk. Ne csukjad, mert eljött a te időt, hogy csodát tégy, és elkészíts a portfóliódat. Ott van rajta a jel, hogy kiválasztod. Menj, és tényleg magadnak, és érvisd be annyival, mint ő. Most még szabadosak a gondolataid, de visszavonulhatok. Igen, igen, rajtad áll, hogy felvilágosítsd a jövőre. Menj a nép közé! Menj, és sokasak! Megyek a nép közé! Felvilágosít! Ez az! Nem mondta a Lacika, hogy jövök? Ha nem igazán. Na nem baj, annál nagyobb öröm, ugye? Annál nagyobb öröm. Üljön le apuka, üljön le, nagy baj van. Nem ő volt tanára, a többiek vitték bele. Na de nem arról van szó, apuka, nem arról van. Jaj, tudom, egyes lett a matematika dolgozat, de az meg azért lett tanárnő, mert szegény Lacikának megdöglött az aranyhörcsöge. Nagyon kiborult a gyerek, és nem tudott tanulni. Részvétem az aranybörcsögért, apuka, részvétem, de nem erről van szó, sokkal súlyosabb problémáról van szó, míg a matematikánál is sokkal súlyosabb problémáról van szó. Apuka, a gyereknek nincs szexuális kultúrája. Milyen? Szexuális kultúrája. Nincs. Hát nézze, tanárnő! Én elvégeztem Lacikánál a felvilágosítást. Helyes, beszéltem helyes. Neki a méhecskéről, meg a bibéről. Nagyon jó. Beszéltem neki, hogy nem agolja hozzá. Nem mindig, igen. Bonyolult volt, de elvégeztem. Jaj, hát kedves apuka, csak hogy ez nagyon kevés. Hát ez nagyon kevés. Hát tessék, olvassa csak. Hát itt van például a tanterv. Na, meg itt van az iskolán pedagógiai programja. Meg itt van az SMK, az a szülői munkaközösség ajánlása, mi szerint nem csak a házasságról meg a szerelemről, de a szexuális részletekről is a szülőnek kell felvilágosítani a gyereket. Na, hát ez van. Miféle részletekre tetszik gondolni? Kedves apuka, ezek a gyerekek élnek szexuális életet. Na, csak hogy van egy nagyon nagy baj. Nem lelik benne örömüket. Na, ezt meg már honnan tetszik tudni? Meg ugye, ha nem lelik benne örömüket, akkor mi is csinálják? Jaj, apuka, apuka, hát ezt a... Hát miért is? Hát jó, pontosítok. Örömüket lelik, csak hát nem eléggé, nem eléggé. Értem én. Hát ez érdekli most az iskolát legjobban. Ez. Hogy a gyerekek nem lelik örömüket a szexuális életben. Nagyon fontos. És akkor most nekem mit kéne ezzel csináljak? Hát mondjuk ezt a fiúapjának azért jobban kéne tudni. Gondolja? Igen! Minden szaklap, mint a nők lapja, meg a kiskegyed azt írja, hogy a férfi a hibás, ha a nő számára örömtelen a zaktus. A micsoda? Zaktus. Zaktus. A zaktus! Gazdna! És mi, ha szabad kérdezni? Mi? Azért, mert a maga micsodája nagyon önző, azért. Mit csinál az én micsodám? A Lacikája, na az. Fogadjuk, hogy eszébe se jut, hogy egy lánynak másmilyen a szexuális görbéje. Nézze, aztán igazán nem tudom, hogy a Zsuzsikának milyen az egyenese, az pláne, hogy milyen a görbéje. De azt azért gondolom, hogy már Laci fiamnak van, csak róla tudomása. Igen, igen. Hát gondolja például, hogy a maga Lacikája elegendő hangsúlyt helyez a pettingre? Milyen ingre? Előjátékra. Előjáték? Nézze, majd jön a Laci zseppénzé, ha meg fogom tőle kérdezni. Jaj, kedves apukád, ez a baj, ez
ez a baj, hogy mi pedagógusok meg szülők nem tanítjuk meg azokat a szegény gyerekeket a részletekre. Megtanítjuk őket enni, inni, meg köszönni, meg matematik, meg történet, ugyan már, de azt nem tanítjuk meg nekik, hogy hogyan kell. Ki ne mondja? Kérem, ki ne mondja? Inkább én mondok magának valamit, jó? Csak bátran, apuka, csak bátran, csak mint az urológusával. Nézze, tanárnő! Szombaton egy kicsit kimaradtam, és később értem haza. Tehát az üres lakásban csak a Lacika, meg a Zsuzsika voltak itthon. Hát nem úgy nézettem ki, mint a Lacika, nem tudnám, mit kell csinálni. Mi voltak? Pirulva! Nagyon boldogok voltak! Hát ennek én nagyon örülök, Kovács apuka. Csak ami igazán aggaszt az az, hogy van, eljutottak-e az orgazmusig. Micsodál? Hát az orgazmus. Tessék, itt van egy felnőtt apa, egy apuka, kinek fel kéne világosítani, ki kéne okítani a gyerekét. Maga tényleg nem tudja, hogy mi az, hogy orgazmus? Hát ma hogy ne tudnám, kérem. Hát ám megy ez, na, ugye? Orgazmus az, amikor a tolvajtól megveszik a lopott holmit. Az az orgazd, apuka, az orgazd, hát ezek után már komolyan meg sem merem kérdezni, hogy megmutatta annak a szegény gyereknek, hogy hol vannak az erogén zónáit. Komolyan azt hiszi, hogy a Laci az én erogén zónámra kíváncsi? Mutassa meg neki a Zsuzsika! Hát tudja, kedves apuka, ez már tényleg borzasztó, tényleg rettenetes, hogy itt állnak azok a szegény gyerekek az élet hajnalán, a szüleik meg nem segítenek nekik. Áj, fogadjunk, hogy a szakirodalmat se ismeri, mi? Az is van. Gondoltam. Na, akkor figyeljen, apuka. Hát itt van például, ez egy nagyon fontos a Playboy. Ó, jaj! Tutti frutti parti! Hát, ez nagyon jó, ez nagyon hasznos. Pajzám maradt. Na de hát, ez apuka, enélkül nem lehet élni. Tessék kérem, tanulmányozni! Na! Ugye? Tessék! Hát, például, na, ez nagyon jó, például lesz, igen. Na? Hát, nézze, hát kint a lovunk, az nincs itt. Jaj, már, ne akarékoskodjon! Ha ilyen meg pláne nincs itthon! Jaj, már nem kell mindenem fönnakadni! Na, ez pont jó! Pont apukának való! Tessék! Hogy például, ugye? Na! Fordítva! Fordítva! Mit csinál, Kovács? Mit csinál? Nekem ennyi lábam nincs is! De az nem is a láb! Nem, ne válna fel a feje! Üljön le! Üljön le! Reménytelen, komolyan mondom, reménytelen. Nézd a tanárnő, nekem ebből elegem van. Én tehetek arról, ha egyest kap az iskolába. Én tehetek arról, ha földhöz vágja a kalória spenótját. Én tehetek arról is, hogy nem tudja a történelmet. És most már arról is én tehetek, hogy nem tudja mi az, hogy előjáték, meg organizmus. Jaj, igen, igen, kedves apuka, meg kell tanítanunk őket, hogy hogyan jutnak el együtt a csúcsig? Igen, kedves apuka, akár tetszik, akár nem, ezt mit taníthatjuk meg neki? Mi? Mi? Ezt hogy tetszett gondolni? Külön-külön? Vagy együtt? Hát ugye, kedves apuka, egy elhivatott pedagógus. Hát, ugye, a nemzeti meg a fiataloké. Bármit. Én meg a portfóliómban is jó fog kinézni. De, hát mondjuk igen, az jó lesz. Moda kérem!